Hontalan állatok világnapjára készül a Rex Alapítvány. Most már túl vagyunk a nyár nagyján. Hogy telt? Milyen volt a tábor? Az idei nyár is gyerek zsivajjal töltötte be az Állatszigetet, hiszen 6 turnusban bonyolítottunk nyári táborokat a gyermekek részére. Zsibongó, ez volt a neve az első típusú táborunknak, amelyik főként állatismereti tábor volt, egy picit általánosabb ismereteket adott az állatokról, és azoknak a gyerekeknek, akik kifejezetten az állatok gyógyítása iránt érdeklődnek, egy különleges állatorvosi tábort indítottunk idén. Ennek szerényen azt a nevet adtuk, hogy Csodálatos Állatdokik, ugyanis 4 állatorvos kollégámmal közösen indítottuk ezt a tábort a gyermekek részére. Bepillantást nyerhettek a gyerkőcök az állatorvoslás mindennapjaiba, műhelytitkokat mutattunk meg nekik, műtéteket láthattak, az állatorvosi rendelőnek a hétköznapjaiba is becsatlakozhattak, és az Állatszigeti gyógyító munkában is aktívan részt vehettek. Ez a tábor nagyon népszerű volt, és nagyon remélem, hogy a jövő esztendőben már több turnusban indíthatjuk. Nagyon-nagyon meglepődtem azon, hogy a gyerekek mennyire tájékozottak, és mennyire nagy örömmel jönnek vissza már azok is, akik akár az elmúlt években szinte minden esztendőben itt voltak. Nagyon remélem, hogy az idei esztendő, amelyik egyébként rendkívül különleges, hiszen 25 éves a Rex Kutyaotthon Alapítvány, és ennek a születésnapját ünnepelve idén, október 7-én egy nagyon nagyszabású rendezvénnyel készülünk. Nagyon örülnénk, hogyha erre a rendezvényre minél többen eljönnének, és már most bejegyeznék a naptárjukba ezt az időpontot, október 7-ét. Augusztus 12-én lesz a Hontalan Állatok Világnapja. Miért tartják fontosnak, hogy ezt megünnepeljék? Nagyon érdekes, hogy a Hontalan Állatok Világnapjának a megünneplése majdnem egykorú a Rex Kutyaotthon Alapítvány történetével, csak nem 25 évre megy vissza, és ez a nap, ez az állatok világnapjától eltérően kifejezetten azon állatokról szól, amelyeket az emberi felelőtlenség taszított az utcára, vagy taszított ki, és amelyeknek nincsen otthonuk. Ennek a napnak a megünneplése azért fontos számunkra, mert a Rex Alapítvány egyik legfontosabb missziója a felelős állattartási kultúrának a népszerűsítése. Ennek jegyében idén tavasszal már egy jeles napot is elindítottunk, ez a felelős állattartás napja, és évről évre ezt a napot annak szenteljük, hogy a felelős állattartás aranyszabályait megismertessük a gyermekekkel, illetőleg a felnőtt generációkkal is. Ezen a napon, a Hontalan Állatok Világnapján egyrészt ismétlünk, ezeknek az ismereteknek a súlykolása történik, másrészt pedig megpróbáljuk fölhívni a figyelmet arra, hogy a hontalan állatoknak a kiszolgáltatottsága az milyen pszichés és milyen fizikális megpróbáltatásokat jelenthet egy állat számára. Annak is nagyon örülünk majd, hogyha minél többen eljönnek ide ezen a napon a kávézónkba, macska kávézó, kutya kávézóba, és minél több állatot örökbe fogadnának. Én azt gondolom, hogy bármennyire is csodálatos körülményeket tud biztosítani egy állatotthon, ennek ellenére az állatnak a valódi környezete az a gazda jelenléteben van, tehát mindenképpen azokat az állatokat, akik itt vannak, azokat mindenképpen szeretnénk szerető, felelős gazdához juttatni. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, hogy még mindig nagyon sokan vannak azok az állatok, akik nem megfelelő helyen vannak, hiszen ez a Rex Alapítvány Állatszigete is csak egy dobbantó, egy átmeneti melegedő hely számukra. A végleges otthonuk az a gazdanál van, oda kell juttatnunk őket, ezért szeretnénk minél több embert ide vonzani, hogy minél több állatnak szerető gazdát találhassunk. Péter, 25 éve alapítottad a Rexet, azóta nagyon sok minden történt, nem fáradtál bele soha? A fáradtságról nincsen szó. Kétségtelenül, hogy a 25 év alatt azért annyi kudarc ért, hogy egy picit megedződtem. Most már okosabban és célirányosabban tudok küzdeni az állatokért. Nagyjából a 25 év alatt az Állatsziget eddig tervezett egységeit sikerült befejeznünk, de az agyamban már 4 újabb egységnek a megvalósítása sejlik fel.
Nagyon szeretném, hogyha még az én életemben ezeket meg tudnánk valósítani, de természetesen már azért gondoskodtam az utánpótlásról is, hogy ezt a missziót folytassák majd utánam jövő állatbarátok, állatvédők. Nagyon szeretném, hogyha a területünket bővíthetnénk. Most, hogy a terület az újpesti önkormányzat tulajdonába fog kerülni teljes egészében, ami mögöttünk van az is. Nagyon reméljük, hogy az újpesti önkormányzat támogatásával duplájára bővülhet a területünk, és egy vízi tanösvényt, egy vadudvart, illetve egy vadon élő állatokat bemutató kis vadasparkot, egy kis terápiás lovardát a későbbiekben még meg tudunk építeni. Ez a reménység adja azt, hogy, és ez a vágy, hogy ezt is sikerüljön megvalósítani és elérni, adja azt, hogy újabb és újabb energiák szabadulnak föl mind bennem, mind a munkatársaimban, és nagyon reménykedünk abban, hogy a Rexállatsziget a későbbiekben folyamatosan fejlődik. Én azt gondolom, az állatvédelem egy olyan dolog, mint egy hegymászás. Amikor az ember feljut a csúcsra, akkor sem tud leülni, mert szúrja a fenekét a hegynek a csúcsa. Itt nem lehet leülni, itt folyamatosan menni kell, de ez a csodálatos benne, és úgy érzem, hogy mindnyájunkat ez motivál, különösen akkor, hogyha olyan értékes ajándékokat kapunk, mint ezek a csillogó szemek, amelyek itt ránk néznek nap, mint nap. Az elmúlt 25 évnek melyik pillanata az, amelyikre a legbüszkébb vagy, amelyik a legszebb volt? Azt hiszem, számomra a legszebb pillanatok nem az ünnepélyes protokolláris rendezvények, hanem részben a gyerekekkel való foglalkozás pillanatai, amikor egy gyerek például egy 50 perces kis foglalkozásról kimegy, és már a recepción egy ketrecbe zárt állatnál látja azt, hogy valami nem stimmel, és megkérdezi a tanárt, hogy hát arról tanultunk, hogy az állatoknak megfelelő mozgás lehetőséget kell biztosítani, hát hogy ez az állat be van zárva a ketrecbe. Tehát, hogy működik a dolog, ez egy fantasztikus érzés, de azt hiszem, hogy a legmeghatóbb és legemlékezetesebb momentumai az én 25 éves, 26 éves állatvédelmi tevékenységemnek az mindenképpen az aktív állatmentéshez kapcsolódik. Így például a vörösiszap katasztrófa kapcsán megdöbbentő és rendkívül mélyen bennem működő érzések jönnek elő. Minden mai napig nem tudok meghatódottság nélkül beszélni erről a dologról. Milyen programokkal várják a Hontalan Állatok Világnapján itt az Állatszigeten a látogatókat? Az egyik legjelentősebb program az az idéglenes jótékonysági macska kávézó, amit a Vasmacska kávézó csapata fog biztosítani, kifogástalan kávéről és sütélményről ők fognak gondoskodni. Ezen kívül a Vas & Vau önkiszolgáló kutyamosó biztosítja az újonnan örökbefogadott kutyusok mosását, ez díjmentesen, esetleg adományért cserébe teszik. Ezen kívül lesznek játékok, társas játékok, amit a mal.hu csapata fog hozni, valamint az újonnan örökbefogadott kutyusok mellé az Inecto Magyarország sampont, illetve kutya játékot fog biztosítani. Ezen kívül pedig lehet természetesen ismerkedni a macska kávézóban a még gazdira váró, de nagyon kedves bújós kölyök és felnőtt cicáinkkal is, valamint a kutyusokat is meg lehet tekinteni és meg lehet velük ismerkedni. Sok állat van most az Állatszigeten, amelyik gazdára vár? Sajnos sok most is, illetve most kezdődött el a kismacskák dömpingje, ami azt jelenti, hogy napi szinten akár 2-3 kismacska is érkezik hozzánk. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ismét telt házzal üzemel mind a macskaházunk, mint pedig a kutyakeneljeink. Kiknek ajánlja ezt a programot? Felnőtteknek, gyerekeknek? Én mindenkinek ajánlom, aki érdeklődik az állatvédelem iránt, azoknak is, akik szeretnének állatot örökbefogadni, de azoknak is, akik egyszerűen csak szeretnének jót tenni, úgyhogy ők meg jót esznek esetleg egy süti elfogyasztásával, vagy egy kávé elfogyasztásával. Kicsiket, nagyokat egyaránt szeretettel várunk, családokat. Ezen kívül szeretném kiemelni, hogy ez a macska kávézón túl egy örökbefogadó és adománygyűjtő nap is. Tehát ha szeretne valaki és tud támogatni akár pénz, akár tápadományjal, azt nagyon-nagyon megköszönjük, illetve hát a védenceink nevében nagyon-nagyon megköszönjük.